Ha megijedtem, hogy csak egy picit kapok szót. István elmondta, hogy mit gondol az alkalmazottakról, hát én nem leszek ilyen finom. Én nem gondolom, hogy nem bűnösök. Figyeljetek ide, fiúk, lányok, odabenn! Bűnösök vagytok! Mert aki bűnösöket pártol, az maga is bűnös. Mocskos csalók vagytok ugyanúgy, mint a főnökeitek. És mi sem bizonyítja ezt jobban, mint kint van, most már lassan 15 perce, hogy a Lombard milyen rendszámú gépkocsikat lopott el. Sugárka, ha te házadra kitennénk, hogy elloptál egy autót, és te ezt nem tetted meg, leszednéd? Le, ugye? Tilonka, te leszednéd, ha a házadra kitenném, hogy elloptál egy autót? Hát ezek olyan hülyék, és olyan bűnösök, hogy le se szedik. Mennyibe tartott volna kijönni? Nem jöttek ki. Elismerték, hogy ezeket az autókat, ezek a mocskok ellopták. Bizony, bizony, megint beleharaptatok a saját farkatokba, mert gyávák vagytok. Én azt javaslom, hogy menjünk át arra az oldalra a Lombard felé, mutassuk meg, hogy sokan vagyunk, nézzük meg, hogy hátrálnak-e a biztonsági őrök. Sorakozzatok fel nyugodtan, én csak azért nem megyek, sőt megyek, mert átpasszom a másik oldalra a mikrofon. Nagyszerű, mennyivel jobban néz ez ki, amikor itt vagyunk közvetlenül a bejárat előtt. És most gondoljatok bele oda bent, milyen érzés ott állni, amikor itt állnak csákányan az emberek, kitettük azt, hogy elloptátok az autókat, és még csak ki sem mertek jönni. Hát erre kellene odafigyelni, mert Magyarországon ez fog történni. Magyarországon a nép a mai napon és az elmúlt időben kezébe vette a hatalmat. Ugyanis úgy van az alaptörvényünkben is, amit olyan nagyon el sem ismerünk, de van benne néhány jó dolog, többek között az, hogy a nép a választott képviselőjükön keresztül gyakorolja a hatalmat. Na de ott van az, ha ez valamiért nem lehetséges, akkor a nép közvetlenül is gyakorolhatja a hatalmat. Amikor most ezt tesszük, amikor betörik egy kirakat, amikor kikerülnek oda ilyen feliratok, vagy akkor, amikor nem engedünk elvenni egy házat vagy egy autót, akkor a nép közvetlenül gyakorolja a hatalmát. Közvetlenül, mert a választott képviselőik hazárulók, puhapöcsök és mocskos csalók. Azokat a képviselőket is ez a nép a közvetlen hatalomgyakorlással fogja eltávolítani. Mert a választott képviselők jelenleg semmit nem érnek, nem tesznek semmit azért, hogy a törvényeket betartsuk, azokat a törvényeket, amit az előbbi Polgár Zoli elmondott. Ma én azt gondolom, ezt a két autót el fogjuk hozni. Közvetlen hatalomgyakorlással, ha kell. A törvény mellettünk szól, azt a két autó ki kell, hogy adják, és ma ezt a két autót ki fogjuk hozni, ha kell, akkor megrohamozzuk a telephelyet. Mert hogy erősek vagyunk, elszántak vagyunk, és fel vagyunk készülve arra, hogy ilyet ma Magyarországon senki ne csináljon meg. Én azt gondolom, hogy a rendőrségnek meg kell tennie, hogy ezeket az autókat ő maga kihozza, de ha nem, nincs a helyzet magaslatán, akkor nekünk ezt meg kell tenni. Nem tehetünk más, a haza ezt követeli meg tőlünk. Én köszönöm szépen, nem akarok én olyan sokat beszélni, eljött a tettek ideje, mi a felének beszélgessünk órákat. Én azt mondom, hogy ha közületek bárki van, aki most elmondaná, hogy mi nyomja a szívét, azt most tegye meg nyugodtan. Gyere! Ez egy olyan...